a Minden Szentek litánia hangjaira. Isten irgalmasság vasárnapján szeretettel köszöntöm az M1 és a Dunavör nézőit, valamint a Mária Rádió hallgatóit, de köszöntöm azokat is, akik a Magyar Kurír honlapon követik a közvetítést. Mucsányi János vagyok. A római Szent Péter bazilika előtti téren tartandó szentmise keretében Ferenc pápa hamarosan szentté avatja két főpap elődjét, Boldog 23. János és Boldog II. János Pál pápákat. Több mint 50 országból érkeztek delegációk az ünnepségre Magyarországot. Áder János köztársasági elnök képviseli, jelen van a felesége Herceg Anita is, a kormányt Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes képviseli, Orbán Viktor miniszterelnök magánemberként, zarándokként vesz részt a szenti avatáson. Dr. Erdő Péter bíboros is részt vesz a szentmisén, valamint több magyar püspök és hívő, körülbelül mint egy 1000 zarándok. Szakértő kommentátorunk Török Csaba főiskolai docens, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV referense. Csaba atya, rengeteg pap részt vesz ebben a szertartásban. Kik koncelebrálnak a Szent Atya mellett? A pápával a jelenlévő 150 bíboros, illetve nagyjából 700 püspök koncelebrál. Emellett három áldozó pap is, ők mindhárman olyanok, akik a Vatikánban a pápa személyes környezetében II. János Pál mellett szolgálatot láttak el, tehát személyesen kötődtek a most szenté avatandó pápához. A többi pap, hát akiknek a száma ezres nagyságrendű, ők majd a szent áldozásban segítenek, de nem koncelebrálnak. A Szent Atya közvetlen közelében koncelebrál. Ugye a két érintett, akik az egyházmegyében területileg is érintettek, Stanislav Dzsivis bíboros, mostani krakói érsek, aki II. János Pál egykori személyi titkára volt, és Francesco Breschi Bergamo püspöke. Hát persze azért hozzátesszük, hogy a legérintettebb a Róma püspöke, hiszen a két pápa Rómában tért vissza a Teremtőhöz. Itt természetesen majd a képeken már most is láttuk, hogy fölbukkannak azok, akik közelről követték a pápák szolgálatát, Angelo Sodano és Tarcisio Bertone nyugalmazott államtitkárok is itt vannak. Közben látjuk, hogy közeleg a bevezető menet, Szent Atya is megjelent immár, de még tart a Minden Szentek litániája. Hát itt éppen azért a képen láthatjuk, hogy miképpen tegnap előtt Lombardi szóvivő bejelentette, Benedek emeritus pápa is eljött a szertartásra, aki oldalt foglal helyet. Ő 23. János alatt futott a teológusi pályája nagy szakaszát, és hát II. János Pál alatt került a Vatikánba, úgyhogy az ő életének, személyes élettörténetének is egy sajátos összegzése ez a mai alkalom. Csaba atya, mi a szentélyavatás? Tehát nem katolikus vagy nem hívő hallgatóink, nézőink számára is mondjuk ezt el. A Szentírás alapján tudjuk, hogy elsődlegesen Isten a szent, Isten az, aki szent. Minden és mindenki más csak azért szent, mert az Isten megszenteli. A keresztség szentségében minden egyes hívő ember, minden egyes keresztény részesül Istennek ebből a szentségéből, ahogyan maga az egyház is szent, mint Jézus jegyese, Krisztus teste. A szentélyavatás egy sajátos üzenet. Azt fejezi ki, hogy a keresztségben megszenteltek sorából példaként, követendő mintaként állít az egyház a hívek elé embereket. Ők azok, akik életükben az erényeket hősies fokon gyakorolták, akik a hitükről tanúságot tettek, akik az Isten kegyelmét különösen gyümölcsözővé változtatták. A kanonizáció, a szentélyavatás azt is jelenti, hogy az egyház hite szerint ők az üdvösségre eljutottak földi életük végén. Itt tehát az egyház tévedhetetlenségével nyilatkozik arról, hogy egy személy elnyerte az üdvösséget. A szentélyavatás második lépcső mindig a boldoggáavatás után, amely itt is megelőzte a két pápa esetében a mai napot. Közben a képernyőn láthatjuk, hogy Ferenc pápa
immár túl az oltárcsókon, a füstölővel körbejárja az oltárt, illetve most a szertartást végzőkhöz is lemegy. Közben a kórus a Húsvét második vasárnapjának, Irgalmasság vasárnapjának a kezdő énekét énekli. Mint újszülött csecsemők, kívánjatok lelki, vizezetlen tejet, hogy felnőjetek az üdvösségre. Alleluja! Térjünk még vissza a szentélyavatáshoz, amely a mai szentmisébe ágyazódik be, annak a legelejébe, de hát természetes, ez egy rendkívüli szerkezet, ez csak ilyenkor van így. Hogyan válhat valaki szenté? Tehát mit kell tenni valakinek ahhoz, hogy szenté váljon? Bár egy utalás történt arra, hogy mielőtt bárki bármit tenne, a Teremtő Isten kegyelme az, amely ilyenkor működik. Igen. A boldoggáavatási eljárás az előírások szerint leghamarabb a halál után 10 évvel kezdődhet meg, hát II. János Pál esetében ettől eltekintettek, hiszen kvázi népfelkiáltás kérte a szentélyavatását már a temetésekor. Santo Subito, ugye? Az igen, volt kiírva igen, a nagy transzparensekre. Ilyenkor az első eljárás megvizsgálja az életet, a tanukat, az írásokat teljes dokumentációval. Erre következik egy csoda, ami úgymond megerősíti az életszentséget, ezt kritikailag szintén kivizsgálják. A boldoggáavatás helyi szinten engedélyezi a tiszteletét a személynek, és ezt követően indul meg egy új eljárás a szentélyavatásra. Most éppen Ferenc pápa Benedek emeritus pápához ment oda, és őt köszönti különös szeretettel. Ennek szól a taps. A szentélyavatás tehát a boldoggáavatásra következik, úgymond azt erősíti meg egy újabb eljárásban alapos mélyvizsgálattal, és a szentélyavatáskor az illető személy nevét bejegyzik a Martyrologium Romanumba, a római egyház szentjeinek a név sorába, a könyvébe, ahol onnantól kezdve örökre megmarad. Ilyenkor egy liturgikus napot is kötnek a személyhez, megerősítve a boldoggáavatáskor adottat, amikor a teljes világegyház már nem csak helyi szinten, hanem egyetemes szinten megünnepli ezt a szentet. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Beatissime Pater, Szentséges Atya, az Anya Szent Egyház nyomatékkal kéri szentségetektől, hogy a szentek névsorába írja be, és minden keresztény hívőtől hirdettesse ki szentként boldog 23. Jánost és 2. János Pált. Kedves testvéreim! Jézus Krisztus által emeljük a mindenható Atyához imádságainkat, hogy Szűz Mária közbenjárására és minden szentek közbenjárására támogassa kegyelmével azt, amit éppen végzünk. A te néped imádságait kérünk, Urunk, kegyesen fogadd, hogy amit szolgálatunkkal végzünk, legyen kedves előtted, és szolgáljon egyházad növekedésére. Az egybehangzó imádság által megerősítve, Szent Atya, a Szent Egyház
újra még nagyobb nyomatékkal kéri, hogy szentségetek írja be a szentek név sorába a kiválasztottait. Segítségül hívjuk tehát az éltető szent lelket, hogy világosítsa meg értelmünket, és Krisztus Urunk ne engedje meg egyházának, hogy egy ilyen fontos ügyben tévedjen. Amato bíboros a harmadik alkalommal kéri a szenté avatást most a pápától. Szentséges atya, a Szent Egyház az Úr ígéretében bízva, miszerint elküldi rá az igazság lelkét, amely minden korokban megőrzi a legfelsőbb tanítóhivatalt, mentesen minden tévedéstől, nagyon nagy erővel kéri szentségeteket, hogy írja be kiválasztott fiait a szentek név sorába. Ad honorem sancte et individuae trinitatis. A Szent és Egyetlen Háromság tiszteletére, a katolikus hit felmagasztaltatására és a keresztény élet növelésére, Jézus Krisztus Urunk tekintélyével, Péter és Pál apostolok, illetve saját tekintélyünkkel, érett megfontolásra jutva és szabadon, és az isteni támogatástól, isteni kegyelemtől segítve, és meghallgatva
számos testvérünk tanácsát, boldog 23. Jánost és 2. János Pált, beírjuk a szentek név sorába, és meghatározzuk, hogy az egész egyházban tisztelettel forduljanak, mint szentek felé hozzájuk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Zsoltár szavaival fölhangzik az egyház hála éneke, Jubilate Deo, Cantate Domino, újjongjatok Istennek, énekeljetek az Úrnak. Csaba atya, a képernyőn most azt látjuk, ahogyan a szentek ereklyéit behozzák a Szent Atya elé a lépcső, a Szent Péter Bazilika lépcsőjéhez. A szentélyavatásnak kiemelt eleme, ahogy a régi magyar nyelv is nevezte ezt a szertartást, az oltárra emelés, hiszen a szentek teste a feltámadásra várakozó test őrzi azt a szentséget, amely emberi földi életükben áthatotta őket Isten kegyelméből. Ezeket az ereklyéket most a két úgynevezett posztulációnak, a szentélyavatást kérő csoportnak a képviselői hozták előre, papok, papnövendékek fölvezetésével, Gillespie és Dubina atyák vezették ezt a menetet. Érdekes látni, hogy 23. János pápa posztulációjában, szentélyavatást kérő csoportjában számos tagja van az ő családjának. Ő egy kiterjedt paraszti család, sok gyermekes paraszti család sarja volt, nagyon sok rokona él a mai napig Sottoilmontéban, Bergámóban. Most, ahogy láthattuk, Ferenc pápa megcsókolta két elődjének az ereklyéjét. Thank you.
mit nyer értelmet, amit most látunk ebben a képsorban, az a kifejezés a gyönyörű magyar nyelvben, hogy oltárra emelik. Valóban a Szent Péter téren elhelyezett szabadtéri oltár mellett két posztamensre, amely előtt gyertyák mécsesek égnek, kihelyezik a két pápa eregjéjét. Itt tudni kell, hogy testeik már a boldog beavatás óta a Szent Péter bazilikában nyilvánosan látogatható sírhelyen vannak elhelyezve. 23. Jánosé a Szent Jeromos oltár alatt a kupolától jobbra előre, 2. János Pálé pedig a Pietà mellett, tehát hátulról jobbról belépve a 2. oldal kápolnában. Második János Pál esetében a vérerekéről van szó. Valóban az ő alakja a szenvedéssel egybeforrott, hiszen a Zaliakcsa féle merénylet után még 10 alkalommal szorult komoly ápolásra a Gemelli klinikán, amely klinika éppen ezért tegnap este az egész emeletet kivilágította egy éjszakán át, ahol a pápát annak idején ápolták 1981-től 2005 koratavaszáig. Közben megérkeznek az erekékhez a posztulációk tagjai, vagyis a két küldöttség tagjai, akik a szenté avatást kérték a pápától. Egy-egy mécsest helyeznek el az állványon, és hát ugyan ők hozzák a virágokat és a két virágcsokrot, amelyet elhelyeznek az erekék előtt. A szentélyavatási szertartás végén Angelo Amato bíboros még egyszer a pápa elé járul, hogy megköszönje a megtörtént szentélyavatást. Szent Atya, a Szent Egyház nevében megköszönöm szentségeteknek azt a kihirdetést, amelyet megtettek, és kérem, rendeljék el, hogy kerüljön megszerkesztésre az apostoli levél a megtörtént szentélyavatásról. Elrendeljük. Most Amato bíboros békecsókot vált a pápával. Tulajdonképpen arra kérte meg most Ferenc pápát, hogy egy hivatalos okirat formájában az egész egyháznak adja tudtára, hogy megtörtént a Szent Péter téren 2014. április 27-én a szentélyavatás. A lelkes taps pedig nem csak a két szent pápának, de Ferenc pápának is szólt, legalább egy kis részben minden bizonnyal, aki ennek a két nagy tanúságtevőnek a nagyságát felismerve az oltárra emelte őket. Mi az ő nagyságuk?
Ezt a prédikációból hallgassuk majd meg, ott Ferenc pápa elmondja. Most a szentmise folytatódik a Glória tételével. Dicsőség a magasságban Istennek.
könyörögjünk. Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt néphitét, amikor évről évre visszatér húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, melyet megadtál nekünk, add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szent Lélekből, s elnyertük a megváltást Krisztus vére árán, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Most az első olvasmánnyal folytatódik az ige liturgia. Rosa Gelsomino fogja felolvasni olasz nyelven. Dagli Atti degli Apostoli. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Quelli erano stati battezzati. Akik megkeresztelkedtek, álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és az imádságokban. Un senso di timore era in tutti. Félelem fogott el mindenkit. E prodigi e segni. Számos csoda és jel történt az apostolok által. A hívek mind összetartottak, és mindenük közös volt. Birtokaikat és javaikat eladták, és az árát szétosztották. Secondo il bisogno di ciascuno. Mindenkinek a szükségéhez mérten. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio. Egy szívvel, lélekkel ott voltak a templomban. Házanként végezték a kenyérszegést. Con letizia e örvendezve és a szív tisztaságával vették magukhoz az eledelt. Dicsérték Istent, s az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponta növelte az üdvözülendők számát. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Válaszos zsoltárként a 117. zsoltár fog fölhangozni. Alleluja, alleluja, alleluja a válasz, mint minden húsvéti vasárnap. Di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti.
la destra del Signore ha fatto prodezze. Alleluia, alleluia, alleluia. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. A második olvasmány lengyel nyelven hangzik fel, Wojciech Mroz olvassa fel. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Áldott legyen Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki nagy irgalmasságával élő reménységre szült újjá minket Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által, romolhatatlan, szennyezetlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fönn van tartva számotokra. Isten ereje megőriz titeket az üdvösségre. Amely készen áll, hogy az utolsó időben kinyilvánuljon. Ennek örülni fogtok, ha most szomorkodnotok is kell egy kissé a különféle kísértésekben, hogy hitetek próbája a romlandó aranynál, melyet tűz által próbálnak meg, sokkal értékesebbnek bizonyuljon dicséretekre, dicsőségetekre és tisztességetekre Jézus Krisztus megjelenésekor, akit bár nem láttatok, szerettek, akiben bár most sem látjátok, hisztek, s mivel hisztek, örvendezni fogtok kimondhatatlan és megdicsőült örömmel. Elérve hitetek célját, lelketek üdvösségét. A Szent Lecke után még az Alleluja ének kellett, a húsvéti szekvencia hangzik föl.
szekvencia után a harsonák, trombiták előjátékával fölhangzik a húsvéti Alleluja. Ez alatt a diakónus ünnepélyes körmenetben az evangéliumos könyvet oda viszi az áldás után, amelyet a pápától kap a felolvasó állványhoz. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor azon a napon, a hét első napján beesteledett, és a helység ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat. Azután újra szólt hozzájuk: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Amikor ezt mondta, rájuk lehelt,
és így szólt hozzájuk. Vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, azok bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki: láttuk az Urat. Ő azonban így szólt: ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem teszem, és kezemet az oldalára nem helyezem, én nem hiszem. Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött az zárt ajtókon át, megállt középen, és így szólt: békesség nektek. Azután ezt mondta Tamásnak: tedd ide ujjadat, és nézd a kezeimet, nyújtsd ki kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás azt felelte: én Uram, és én Istenem. Jézus erre azt mondta neki: mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek. Jézus még sok egyéb jelet is művelt tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket pedig azért írták le, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és a hit által az ő nevében életetek legyen. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Latin nyelven Gabriele Paganini diakónus énekelte, recitálta az evangéliumot. Ez most fölhangzik görög nyelven az Egyetemes Egyház második hivatalos nyelvén is. Manuel Nin diakónus énekli. Irini Pasi. Ectu kata Ioanni nagiu evangeliu to anagnosma. Si sunopsias ti mereikini ti mia savaton, ke ton thiron ke klismenon, opu is anima thitedia ton fovon, ton iudeon, ilthen o Iisus ke estis to meson,
και λέγει αυτής ειρήνη μην. Και του το υπόν έδειξεν τας χείρας και την πλευράν αυτής. Εχάρισαν ούν οι μαθητέ ειδώντες των Κυριών. Είπεν ούν αυτής ο Ιησούς πάλιν ειρήνη μην. Καθώς απέσταλκεν με ο Πατήρ, καγόπεμπο ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισεν και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον. Αντίνον αφήτε τας αμαρτίας, αφέονται αυτής. Αντίνον κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος δίδυμος, ουκίν με ταυτόν ότε ήλθεν Ιησούς. Έλεγον ούν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμεν τον Κύριον. Ο δε είπεν αυτής, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού τον τύπον των ύλων και βάλω τον δάκτυλον μου εις τον τύπον των ύλων και βάλω μου την χείρα εις την πλευράν αυτού ου μη πιστεύσω. Και με θυμέρας όκτω πάλιν ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστι εις το μέσον και είπεν ειρήνη μην. Ήτα λέγει το Θωμά, φέρε τον δάκτυλον σου όδε και είδε τας χειράς μου και φέρε την χειρά σου και βάλε εις την πλευράν μου και μη γίνου άπιστος αλλά άπιστος. Απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό Ιησούς, ότι όρακας με πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίσεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, αουκέστην και γραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς έστιν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και είναι απιστεύοντες. Ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. A diakónusok az evangélium felolvasása után a pápához vonulnak az evangéliumos könyvekkel, aki megcsukolja az evangéliumot és áldást ad vele az egybegyűltekre. Jézus.
al centro di questa domenica che conclude l'ottava di Pasqua. Ennek a vasárnapnak a középpontjában, amely lezárja Húsvét nyolcadát, s amelyet II. János Pál az Isten irgalmasságnak kíván szentelni, a feltámadt Jézus dicsőségesebb helyei állnak. Ő már megmutatta azokat az első alkalommal, amikor megjelent az apostoloknak, annak a szombat utáni napnak az estéjén, a feltámadás napján. De aznap este, ahogy hallhattuk, nem volt ott Tamás. És amikor a többiek mondták neki, hogy látták az Urat, ő azt válaszolta: ha csak nem látja és nem érinti azokat a sebeket, akkor nem hisz. 8 nappal később Jézus ismét megjelent az utolsó vacsora termében a tanítványok között. És ott volt Tamás is. Jézus hozzáfordult, és meghívta, hogy érintse meg sebeit. És akkor az az őszinte ember, az az ember, aki hozzászokott ahhoz, hogy személyesen ellenőrizze a dolgokat, letérdelt Jézus előtt, és ezt mondta: én Uram, én Istenem. Jézus sebei botrányt jelentenek a hit számára, de egyben a hit igazolásai is. Ezért a feltámadt Krisztus testéről nem tűnnek el a sebhelyek, ott maradnak, mert azok a sebhelyek Isten irántunk való szeretetének el nem múló jelei, és nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy higgyünk Istenben. Nem azért, hogy higgyük, Isten van, hanem hogy higgyük, Isten szeretet, hűség, irgalom. Szent Péter Izajás szavait idézve ezt írja a keresztényeknek: sebei szereztek számotokra gyógyulást. 23. Jánosban és 2. János Pálban megvolt a bátorság ahhoz, hogy Krisztus sebeire nézzenek, megérintsék átszegett kezeit és átszúrt oldalát. Nem szégyenkeztek Krisztus teste miatt, nem botránkoztak meg ő benne a keresztjében. Nem éreztek szégyent a testvér teste miatt, mivel minden szenvedő emberben Jézust látták. 2 bátor ember voltak, telve a Szentlélek parésziájával, nyílt világos beszédével, s tanúságot tettek az egyház és a világ előtt Isten jóságáról, irgalmasságáról. Del 20. secolo. 20. századi papok, püspökök és pápák voltak. Ismerték-e kor tragédiáit, de ezek nem gyűrték maguk alá őket. Erősebb volt bennük Isten. Erősebb volt a Jézus Krisztusba, az ember megváltójába, a történelem urába vetett hitük. Erősebb volt bennük Isten irgalmassága, amely ebben az 5 helyben megmutatkozik. Erősebb volt Mária anyai közelsége. Ebben a 2 Krisztus sebhelyeit szemlélő emberben és az ő irgalmasságának e 2 tanújában élő remény lakozott együtt a kimondhatatlan dicsőséges örömmel. Olyan remény és öröm ez, amelyet a föltámadott Krisztus ad a tanítványainak, és amelytől senki sem foszthatja meg őket. A húsvéti remény és öröm áthaladt a lecsupaszítás, a kiüresedés, a bűnösökhöz való végsőkig elmenő közelség olvasztó tégején egészen ennek a kehelynek a csömöréig.
Ez az a remény és öröm, amelyet a két szent pápa ajándékba kapott a föltámadott Úrtól, s a maguk részéről bőséggel ajándékoztak Isten népének, örök elismerést nyerve ezáltal. Ezt a reményt és örömet lélegezték be a hívők első közösségében, Jeruzsálemben, amelyről az apostolok cselekedeteinek könyve beszél, a második olvasmányban, a Szent Leckében. Olyan közösség volt ez, amelyben megélték az evangélium lényegét, vagyis a szeretetet, az irgalmasságot egyszerűségben és testvériességben. Ez az egyháznak az a képe, amelyet a II. Vatikáni zsinat maga előtt tartott. 23. János és 2. János Pál együttműködtek a Szentlélekkel, hogy helyreállítsák és napra készé tegyék az egyházat, eredeti alkatának megfelelően, azon alkat szerint, amelyet a szentek kölcsönöztek az egyháznak az évszázadok során. Ne feledjük el, hogy pontosan a szentek azok, akik előre viszik és növelik az egyházat. A zsinat összehívásában Szent 23. János kifinomult, Szentlélektől való tanulékonyságról tanúskodott, engedte vezetni magát, és pásztor volt az egyház számára, egy vezetett vezető, a Szentlélek által vezetett. Ez volt az ő nagy szolgálata az egyház számára. Ezért szeretek rá úgy gondolni, mint a Szentlélektől való tanulékonyság pápájára. Az Isten népért végzett ezen szolgálatában II. János Pál volt a család pápája. Ő maga mondta egy alkalommal, azt szeretné, hogy a család pápájaként emlékezzenek rá. Szívesen hangsúlyozom ezt. Miközben szinódusi utat járunk be a családokról és a családokkal, ezt az utat ő bizonnyal nyomon kíséri és támogatja a mennyből. Isten népének ez a két új szent pásztora járjon közben az egyházért, hogy a szinódusi útonlevése két éve alatt mutasson a Szentlélektől való tanulékonyságot a család lelki pásztori szolgálatában. Mindketten tanítsanak minket arra, hogy ne botránkozzunk meg Krisztus sebb helyein, behatoljunk az Isten irgalmasság misztériumába, amely mindig remél, mindig megbocsát, mert mindig szeret. A homiliát most pár perc csöndes elmélkedés követi majd a Szent Péter téren. A csönd után pedig a krédóval folytatjuk a szent misét.
Az egyetemes könyörgésekkel folytatódik a Szent Mise. Az Atya Istenhez, aki Jézus Krisztus húsvétjában elért és üdvözített minket az ő isteni irgalmával, emeljük föl imádságainkat, amelyeket a Szentlélek érezt a szívünkben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az első könyörgés spanyolul hangzik el. Szűz Mária és Szent József közbenjárására, ó Atyánk, tükröződjék vissza mindig az egyházban az új élet szépsége, és minden ember fölismerje benne a föltámadott és élő Krisztust. Kérünk téged, hallgass meg minket. Arabból következik. Az apostolok és az evangélisták közbenjárására áraszt ki lelkedet, ó Atyánk, a bűnösökre s a szívükben összezavarodottakra, hogy belső éjszakájukban végre találkozhassanak a föltámadott és élő Krisztussal. Kérünk téged, hallgass meg minket. Angol nyelven hallhatjuk a könyörgést. A véltanúk és hitvallók közbenjárására, ó Atyánk, őrizd meg az élet szentségben testvéreinket, akik a húsvéti szentségek kegyelméből újjászülettek, és mindenki bennük a feltámadott és élő Jézus művét lássa. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kínai nyelven következik. Szent 23. János közbenjárására törd meg a gyűlölet és az erőszak spiráliát, ó Atyánk, a népek vezetőinek gondolataiban és döntéseiben, és az emberi viszonyokban diadalmaskodjék a feltámadott és élő Jézus. Kérünk téged, hallgass meg minket. Franciául. Szent II. János Pál közbenjárására, ó Atyánk, éleszt föl mindig a kultúra, a tudomány és a kormányzat képviselőiben a szenvedélyes elköteleződést az ember méltóságáért, és minden személyben a feltámadott és élő Jézus szolgálják. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ismert fel, Atyánk, a mi hangunkban a föltámadott Jézus hangját, és a feltámadás ereje ajándékozzon meg bennünket az üdvösséggel, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. A Szent Mise most a felajánlással folytatódik. A hívek képviseletében többen az áldozati adományokat, kenyeret, bort, az átváltoztatáshoz szükséges edényeket az oltárhoz hozzák, átadják a pápának. Eközben a kórus énekel. Angelus Domini descendit de cielo. Az Úr angyala leszállt a mennyből, és ezt mondta az asszonyoknak, akit kerestek, feltámadott, ahogyan megmondta. Alleluja, alleluja.
Orate fratres, ut meum avestum sacrificium, acceptabili fiat apodio patrum. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd kegyesen néped áldozati adományait, hogy neved megvallásában és a keresztségben újjászületve eljussunk az örök boldogságra Krisztus a mi Urunk által. A prefációt és a harmadik eukarisztikus imát halljuk majd, ezt kísérjük lélekben. Verdignum in justum est, ecum et salutare, te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in ac potissimum die gloriosius predicare con Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus qui absturit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Qua propter profusis pascalibus gaudiis, toto in orbe terrarum mundus exultat, sed in superne virtutes atque evangelice potestates, innum glorie tue concinum sine fine dicentes. Sanctus éneke után a harmadik eukarisztikus imával folytatódik a Szent Mise, az átváltoztatás. Santus es Domine, et merito te laudam Domini sancte condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesu Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis orto usque ad occasum oblatio munda offerator nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus,
Iod in spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fian fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit. Fregit, dedicque discipulis suis, dicit, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simile modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et bibite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Memore sigitur Domine, eius in filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ulti corpore et sanguine, fili tui reficimu, Spiritus Sancti repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, ac Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum Santo Ioanne et Ioanne Paolo, et omnibus santis, quorum intercessione perpetua put te confidimus adiuvari. E costia nostra reconciliationis proficiat, quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide caritate firmare digneris, cum famolo tuo, Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et onni popolo acquisitionis tue. Voti suius familie, quantibi a stare voluisti ad esto propitius. Omnes filios tuos, ubique dispersos, tibi, clemens pater, miseratus coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes ex os seculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum,
per quem mundo bona cunta largiris. Per ipso et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri Omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. A Szent Mise a mi atyánk imádságával folytatódik, ebben lélekben kapcsolódjunk bele mi is mindannyian. Precepti salutaribus moniti e divina institutione formati audemmo dicere. Quae sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, se fiden ecclesiae tue, e anque, secundum voluntatem tuam, pacificare e quadunare dignieris, qui vivis regnas in saecula saeculor. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pace. Most következik a kiengesztelődés, a béke gesztusa, a békecsóka szentmisében. Ahogy a tévénézők láthatják, közben már megindult a hetes százáldoztató, hogy lehetőség szerint minden a Szentpéter téren lévő zarándok szent áldozáshoz tudjon járulni. Itt egy pillanatra még Benedek pápát láthatjuk, azon bíborosok körében, akik szolgálatában közeli segítségére voltak.
Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi. Beati che al cena nagni invocati sunt. Domine nostrum dignus, utitre tu fecum meum, sedantum mi cerco, et sanabitur anima mea. A Szent Miste most a szent áldozással, az áldoztatással folytatódik. Közben a kórusok énekeit hallhatjuk majd fölváltva, hiszen számos kórus van jelen. Természetesen itt a Cappella Sistina Massimo Palombella vezényletével, a Mater Ecclesiae kórus, a Római Egyházmegye kórusa, egy Krakkóból, illetve Bergámóból érkezett kórus, összességében mintegy 300-400 énekes több kisebb kórusban. Csaba atya, kérdeztem még a Szentmise elején, hogy a két nagy pápa milyen példával jár előttünk, milyen tanúságtevők voltak ők a 20. században, és kétségtelen a homíliában, a szentbeszédben részben erre választ kaptunk. A Szent Atya Ferenc pápa szentbeszédéből most beszéljünk egy kicsit az isteni irgalmasságról, arról a napról, amelyet ma ünneplünk, és arról a tényről, hogy 2000-ben ezt Szent II. János Pál pápa rendelte így. A húsvét utáni második vasárnap az tulajdonképpen húsvétnak a 8. napja. Azért az az evangéliumi szakasz, ami, mert ezen a napon találkozik Tamás Jézussal. Ezt a napot már régtől fogva fehér vasárnapnak nevezte az egyház. Azért hívta így, mert a húsvét éjszakáján kereszteltek. Egy héten át nagyon intenzív, nagyon alapos bevezetést nyertek abba a hitbe, amit húsvétkor megkaptak. Ez alatt az egy hét alatt végig hordták a fehér ruhát, amelyben megkeresztelték őket, és fehér vasárnapon tették le. Úgymond beléptek a keresztény élet mindennapjaiba. Ennek a vasárnapnak már 2000 előtt minden liturgikus szövege az isteni irgalmasságról szólt. Nem kellett egy szöveget sem megváltoztatni, hogy úgymond a név változzon, hiszen húsvét titka az az isteni irgalom titka, ahogy a pápa is mondta, a föltámadott Krisztuson azért vannak ott a sebb helyek, mert ezek hitelesítik, ezek mutatják meg Isten irántunk érzett szeretetét, irgalmát. A kezdeményezés konkrétan természetesen egy 20. századi történelmi esemény sorhoz kapcsolódik. Faustina Kowalska nővért, II. János Pál pápa avatta szentté. Ő kapott látomásokat az irgalmas Jézustól. Már ezt az életutat és már a látomások sorát megjelölte a történelem, hiszen az első üzenetek még Litvániában, a mai fővárosban, Vilniusban történtek, amely akkor, hát, lengyel többségű város volt. A háború viharai, a 30-as, 40-es évek nehézségei rávilágítottak, hogy az irgalmasság üzenete miért olyan nagyon is időszerű. Aki jár egyszer Vilniusban, és fölkeresi azt az eredeti kápolnát, ahol az
őseredeti képe az irgalmas Jézusnak ki van állítva, a legelső, amit festetek, nem az, amit világszerte ismernek. Amit világszerte ismernek, az egy kicsit torzított, hogy is mondjam, közízléshez hozzáidomított másodpéldány. Az őseredeti kép egy sokkal markánsabb, férfiasabb, tisztább arcú, erőteljesebb Jézust mutat. Innen indul el minden, a lengyel pápa, a lengyel nővér, a történelem tapasztalata és Isten irgalmasságának a titka. Azt hiszem, nem volt véletlen, hogy II. János Pál 2005-ben ennek a vasárnapnak az előestéjén tért vissza a Teremtőhöz, és most ezen a vasárnapon avatta őt Szenté Ferenc pápa. És az, hogy most két boldog pápát avat Szenté Ferenc pápa, ez egy kicsit keretezi a II. Vatikáni zsinatot. Emellett sem menjünk el. Valóban, a II. Vatikáni zsinat a Szentlélek műve. Emberek közül pedig, ha főszereplőt vagy szerzőt kell megneveznünk, mindenképpen 23. János az, aki miközben II. János Pál átéli a világháború borzalmait egyetemi növendékként, kőfejtőben munkásként, papnövendékként, addig a későbbi 23. János nuncius. Bulgária, Isztambul, zsidóknak, üldözötteknek a mentése, vonaton, hajón, diplomáciai úton. Mind a kettejük életét jellemezte a történelem, és a II. Vatikáni zsinatot csak innen érthetjük meg egy nagyon kemény történelmi helyzetben. Az egyház újra el akarja mondani az evangélium örömhírét a világnak, de érzi azt, hogy ahhoz, hogy elmondhassa hitelesen, befogadhatóan ezt az evangéliumot egy háborútól, hidegháborútól, harcoktól megküzdött világnak, ahhoz saját magát is újra kell olvasni abban a világban, amiben él. 23. Jánosnak megvolt a bátorság, hogy meglépje. Nem véletlen, hogy mindkettejüket Ferenc pápa bátor embernek nevezte a prédikációban. Valóban mind a ketten azok voltak. Nagyon sokan elmondják, hogy a II. Vatikáni zsinat úgy indult el, hogy senki nem gondolta ennyire komolyan, mint amennyire komoly lett. Tehát mindenki közben többször is meglepődött, hogy még ez is, még ez is, még ez is, és hihetetlen módon fejlődött, ahogy mondjuk egy szivárvány ívén fölfut a fény. 12. Pius pápa már tervezett egy zsinatot. Letett erről, úgy érezte, nem időszerű. Ferenc pápa a riói repülőútján hazatérőben azt mondta, hogy 23. János nem vette figyelembe, mi időszerű, mi nem ő. Elindult, amerre a Szentlélek indította, és tulajdonképpen a zsinat 23. János bátorságának köszönhető ajándék. Aki a zsinat történetével foglalkozik, tudja, hogy 1962 őszén az első ülésszakon, október 26, 27, 28, 29-én van a fordulat hete, amikor majdhogy nem megtorpan és visszafordul az egész folyamat. A pápa, aki akkor már egy évet sem él tovább a földön, tehát valóban mondhatni élete utolsó szakaszát írja, hatalmas erővel, bátorsággal beavatkozik, több döntéssel, személyi dokumentumok szintjén való beavatkozással megmenti a zsinatot. A megnyitás estéjén azt mondja, talán karácsonyra kész, talán évekig tart. Később beigazolódott, hogy ez a második lett igaz, hiszen négy ülésszakban, 1965. december 8-án zárult le a zsinat. És természetesen nem tartozik szorosan hozzá, de a történeti hitelesség kedvéért említsük meg, hogy mindez atomrakéták árnyékában. És akkor elterik egy-két évtized, és éppen az atomrakéták mögül, a keleti blokkból érkezik Karol Wojtyla. Érkezik az a pápa, akinek majd az lesz a küldetése, hogy
ezt valahogy szétszórja, ezt valahogy elvigye a Föld legrejtettebb lyukaiba is. Az egyetemes könyörgések sorában az erőszak megtöréséért, a népek közötti békéért való könyörgés 23. Jánoshoz kötődött, hiszen ő adta ki a Pacem in Terris békét a földeken, a földrészeken kezdetű enciklikát. Ő volt az, aki fogadta Hruscsov lányát a Vatikánban, elősegítve ezzel a nyitást, a közeledést, és ő volt az, aki a kubai rakétaválság idején a vatikáni diplomácia útjain igyekezett keresni a békés megoldást. Neki ez az élet műve volt, a békét keresni. A jelmondata is ez: obediencia et pax, engedelmesség és béke. Biztos, hogy az isteni gondviselés jele, hogy 23. Jánossal elindul az útkeresés a keleti blokk felé, a béke felé, és kvázi válaszként az ő halála után 15 évvel megérkezik a keleti blokkból a szláv pápa, aki pedig türelemmel, szeretettel, nagyon nagy emberi érzékkel, de mégis megingathatatlan határozottsággal halad előre. Az, hogy a keleti blokkban olyan változások érlelődnek a 80-as években, amilyenek, elválaszthatatlan az ő élettörténetétől is. Nem véletlen, hogy a berlini fal leomlása után a fal egy darabját a pápának ajándékozzák, és ez a mai napig ott van a vatikáni kertekben. Majd eljön hozzánk, hogy megerősítsen bennünket, magyarokat, a megkezdett lépések továbbvitelében, hogy itt is hirdesse azt, amit oly sok helyen hirdetett, hogy ne féljetek élni, ne féljetek beleállni sorsotokba, ne féljetek tovább lépni. És később pedig a magyar egyházmegyék rendezése is az ő műve, tegyük hozzá, azon egyházmegyék rendezése, amelyeket Trianon nélkül sose kellett volna rendezni egyébként. Hát itt azért pontosítok, rendezni kellett volna Trianonnal vagy anélkül, így vagy úgy. Hát Budapest 3 egyházmegye részét képezte, lelkipásztorilag elfogadhatatlan volt. Hát ahogy az is, hogy az egyházmegyék lakosság katolikus lélekszám szempontjából végtelenül kiegyenlítettek voltak a gigantikus Egritől, ha szabad így mondani, a mini egyházmegyékig, hogy Szegednek, mint székvárosnak a kapujában, Tápén már a Váci püspök járt el, a győri püspök ablakából az esztergomi érsek plébániáira látott. Itt az 1000 éves történelem tette szükségessé ezt az átszabást. Hungarorum gens kezdetű dekrétummal születik meg a mai beosztás 1993-ban. Jelenleg ugye e szerint létezünk, 4 érsekség, mind a kettő alatt 2-2 püspökség, egy görög-katolikus püspökség és egy görög-katolikus exarhátus Miskolcon. A csodák, amelyek az új szentekhez köthetők, azok nyilvánvaló, hogy nehezen elválaszthatóan vannak jelen, voltak jelen a fizikai világban és a fizikán túli világban. Ezt hogyan tekintsük a 21. században? A csodával kapcsolatban sok kérdés fölmerül. A legtöbben a csoda latin szavának, a mirákulumnak az oldaláról közelítenek, vagyis hogy csoda az, amin csodálkozni kell. De a Biblia gondolatában a csoda nem az, ami valami fantasztikumot hordoz magában. A leghétköznapibb dolog is lehet csoda, hogyha az az Isten jelévé válik. János evangéliumának az első zárását hallhattuk felolvasva. Ott is ez szerepel, Jézus még sok más csodát tett, de ott a görögben a szémeljon a jelszó áll. A csoda lényege, hogy az jelent valamit. Nem az, hogy az fantasztikum, vagy valami természet fölötti megmagyarázhatatlanság, az, hogy annak jelentése van, egy olyan jel, ami túlmutat saját magán. És minden jel csak a közösségben él. Valóban a szentélyavatásnál ezt látjuk meg, hogy a csoda nem azért kell, hogy legyen valami természet fölötti demonstráció, hanem
a csoda jele az Isten kegyelmének, az Isten áldásának jele annak, hogy az illető személy, akinek a közbenjárására történik, Istennél van. Ha így közelítünk, akkor talán megértjük, hogy a csodában nem a fantasztikum a legfantasztikusabb, hanem az, hogy kifejezi Isten közelségét és jelenlétét, segítségét az embernek, és hogyha egy ember egy másik ember segítségével találkozik az Isten erejével, az külön örömnek az oka, hát a szentekben ezt éljük meg. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, az M1 egy percen belül, tehát 12 órakor kilép a közvetítésből, tehát most tisztelettel búcsúzom az M1 nézőitől. Folytatjuk viszont a közvetítést a Dunavördön, illetve a Mária Rádión és a Magyar Kurír internetes honlapon is folytatjuk a közvetítést. Tartsanak tehát továbbra is velünk, ha tehetik. Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Let us keep prayerful silence for some brief moments. Guardemos silencio por unos instantes y permanezcamos en oración. Trwajmy kilka chwil w cichej modlitwie. Oremos. Concede questo domine. Könyörögjünk,
Kérünk mindenható Istenünk, hogy a magunkhoz vett húsvéti szentség ereje szüntelenül megmaradjon lelkünkben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt lezárnánk a hitnek ezt az ünnepét, szeretnélek mindannyiótokat köszönni, és mindannyiótoknak köszönetet mondani. Köszönetet mondok a bíboros testvéreknek, s a nagyszámú püspöknek és papnak a világ minden részéből. La mia riconoscenza va alle delegazioni. Hálámat fejezem ki a számos országból érkezett hivatalos küldöttségeknek, akik azért jöttek, hogy tisztelegjenek a két pápa előtt, akik elvitathatatlan szerepet játszottak a népek fejlődésének és a békének az ügyében. Külön köszönet illeti az olasz hatóságokat az értékes közreműködésükért. Nagy szeretettel köszöntöm a bergámói és krakói egyházmegyék zarándokait. Kedveseim, azzal tiszteljétek a két szent pápa emlékét, hogy hűségesen követitek tanításaikat. Hálás vagyok mindazoknak, akik nagy lelkűen előkészítették ezeket az emlékezetes napokat. A római egyházmegyének Vallini bíborossal, Róma városának, Ignazio Marino polgármesterrel, a rendfenntartó erőknek és a különböző szervezeteknek, társulatoknak és a számos önkéntesnek. Köszönet mindenkinek! Üdvözlöm az összes zarándokot itt a Szent Péter téren, a szomszédos utcákon és Róma más helyein, ahogyan mindazokat is, akik a rádió és a televízió által kapcsolódnak hozzánk, és köszönet a média vezetőinek és munkatársainak, akik oly sok ember számára lehetővé tették, hogy részt vegyenek ezen az ünnepen. A betegek és idősek felé, akikhez különösen is közel állt a két új szent, külön üdvözletet intézek. Most pedig forduljunk imádságban Szűz Máriához, akit 23. János és 2. János Pál valódi fiaiként szeretett. Most a húsvéti Mária antifónát, a Regina Czőlit, Mennek királyné asszonyát énekeljük el a kórus vezetésével.
Oremos, Deus que per resurrezione in Fili Tui Domini Nostri Jesu Christi, mondum letificare degnatus est. Presta quesumus, ut per eius genetrice in Vergine Maria, perpetua capiamus gaudia vite per il Christum Dominum Nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Profidebus defunctis, requiem aeterna dona ei mine. Et lux perpetua concedere eius. Requiescant in pace. A Reginhard Szőli záró könyörgése holtakért ajánlott imádság után, most az egész szent mise záró áldása következik. Aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. A Szent Mise az ünnepélyes, két allelujás zárással, elbocsátással véget ért. Ferenc pápa üdvözli elődjét, Benedek emeritus pápát. Valószínűleg hasonló képsorokat ritkán látunk majd a továbbiakban is, és ezt megelőzően a történelem biztos, hogy soha nem látott. Ráadásul úgy, hogy velük van két másik elődjük, 23. János és 2. János Pál. Az oltárcsokkal a pápa kifejezi tiszteletét az oltár iránt, amely Krisztust magát jelképezi. Majd levetve a liturgikus öltözetet fogadni fogja a különböző delegációk képviselőit. Kedves hallgatóink, kedves nézőink, Isten irgalmasság vasárnapján
23. János és 2. János Pál pápák szentélyavatását közvetítettük Rómából a Szent Péter Bazilika előtti térről. Megköszönöm Török Csaba, a főiskolai docens, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV-referense szakértő gondolatait. A szerkesztő Varga Norbert nevében is búcsúzom, Bucsányi Jánost hallották. Boldog vasárnapot kívánok, a viszontlátásra! Kívánok! Szenté avatták 23. János és 2. János Pál pápát. Ez az első eset, hogy egyszerre két egyházfőt nyilvánítottak szenté. A különleges eseményt a római Szent Péter téren is